Sziasztok! Ma mikrofonokat fogunk tesztelni, mindent és rengeteg mikrofonunk van, mindenféle eszközzel rögzítünk, és azért beszélek többes számba, mert ez egy rendhagyó adás, hiszen egyrészt alapból ugye a szokásos helyszínen, ahonnan vlogolni, videózni szoktam vagyok, viszont itt van velem Balázs, aki az Anonymink-nek a csatornájának a tulaja, szerkesztője, igazából te csinálod, ez egy youtuber vagy, ezt így már nem tudom hova ragozni, és egy baromi király csatorna, szerintem itthon az ilyen legközvetlenebb, coolabb formában mutatja be az elérhető tekes dolgokat, hogyha valamiért nem ismernétek őt, és az én csatornámon vagytok, akkor mindenféleképpen menjetek hozzá is, és nem csak az, hogy megnézzétek a csatornát, hanem azért is, mert úgy épül fel ez a videó igazából, ez két videó, egyet Balázshoz, egyet hozzám töltünk fel, a technológiai részek, az árazás, különböző mikrofon teszteket átfogóan az ő csatornáján mutatunk be, az én csatornámon pedig arról lesz szó, hogy milyen típusú mikrofont mikor használjunk. Csináltunk amúgy még világítás technikáról, fényekről és ugyanilyen felosztásban videókat. Ide van linkelve, menjetek át Balázshoz, nézzétek meg az én videómat is, de most csapjunk is bele ebbe, hát nézzük meg a setupot, itt veszem a kis ZV-1-emmel, úgyhogy megmutatom, hogy hogy néz ki ez az egész. Hát tele vagyunk mikrofonokkal mindenhol, és még itt közelítek is, mert hát milyen jó, hogy flip-out screen-je van már a Sonynak, mert itt látszik, hogy van egy lav mic, illetve majd ez is mindjárt át fogok váltani, a wireless go-ról is szó lesz. Nos, milyen mikrofonokról van szó? Van, alapból csak olyan mikrofonokat használunk jelenleg, ami nem a professzionális felhasználókat célozza, ergo, vagy nagyon egyszerűen össze tudod kötni a kameráddal, a számítógépeddel, mobiltelefonoddal. Ez alól kettő kivétel, az Elgátónak és a Bojának két ilyen desktop USB-C-s mikrofonja, amik igazából voiceoverhez, podcasteléshez, vagy hogyha nem zavar az, hogy mondjuk túl közel vagyunk a mikrofonhoz úgy, hogy látszunk mondjuk a videóban, akkor lehet most ideg halkabban beszélek, mert távolabbra van állítva, de ugye, hogyha még így sem nagyon fedi el az arcomat a mikrofon, és ez fogja adni amúgy a legjobb hangot, és ezek a legjobbak, amik ilyen podcastes, vagy ilyen asztali mikrofonok. De ott van mellette a puska mikrofon, ott van mellette ugye a lav, ami itt van rajtunk, és nézzük meg azt nagyon gyorsan, itt részletesen a Balázs videójába átbeszéljük, de nagyon röviden mit, mikor használunk. Én kezdeném a lav mikrofonokkal, hát ezeket tudjuk a leguniverzálisabban használni, mindenben elég jó hangot ad nekünk, úgyhogy, hogyha egy mikrofont szeretnél, akkor mindenféleképpen ezt ajánlom. Nyilván ott van a Casey Neistat-os stílus, és itt áttérnék a puska mikrofonokra, amiket egyrésztről lehet használni amúgy ilyen setupban is, mert hogyha pont a felettünk egy 45 fokba, és még ugye nem látszik, mondjuk itt van a kezem, itt lóg be, és itt a szánk előtt veszi fel, akkor sokkal jobban, egy jobb akusztikával rögzít, hiszen a lav mikrofonok itt előttünk egy buborékot rögzítnek, a puska meg szó szerint így lő, és mégis egy kicsikét érződik a térnek az akusztikája, amiben vagyunk. Remélem, hogy most elégséges ez a szoba, mert borzasztó az akusztikája, de láthatjátok, hogy már elég jól halad az akusztikai szerelése, vannak habszivacsok, basszus csapdák, mindenféle dolog, haladunk. A következő rész szerintem, amiről még beszélhetünk, hogy mikor mit érdemes használni, de és még mondjuk el, hogy még van, amikkel veszünk fel, és itt legalább most a te hangodat is lehet egy kicsit tesztelni. Ó, igen, hát amellett, hogy egyébként eddig nem nagyon hallottatok szerencsétlen Bojának a hangját, ő eddig kicsit el volt hanyagolva, ahogy láthatjátok, itt az asztalon kettő telefon is hever, és mind a kettő telefonnak be van kapcsolva a hangrögzítése. Ugye ezzel egy iOS és egy Android rendszerű telefonnak is megnézzük, hogy pontosan milyen minőségű hangot rögzítek. Mind a ketten egyébként inkább a magasabb kategóriát képviselik, szóval ha valaminek jó hangja lesz, akkor remélhetőleg nekik jó hangjuk lesz. De azt szokták mondani videózásra, hogy sőt, az bármilyen ilyen audiovizuális alkotásra, hogy mindig az a legjobb eszköz, ami nálunk van. Ez lehet, hogy éppen egy mikrofon, igen. Szóval ez lehet, hogy éppen egy okostelefon, aminek egy felső kategóriásnak, ugye ez egy iPhone 12 Pro Max, ez egy Samsung Galaxy Note
10 Ultra Plus valami ilyesmi nevű, tehát mindegyik Android iOS formából ugye egy high-endebb modell, ezzel is el lehet kezdeni. És nyilván a legfontosabb, hogy az az érték, amit átadunk videón keresztül, a sztori, az valóban számotokra is érték, vagy csak mi gondoljuk, hogy az mennyire szórakoztat titeket, de ha a technika oldalára megyünk, akkor azt szokták mondani, hogy a legfontosabb az a hang. Tehát egy rossz képminőség mellett, egy jó hanggal még megnézik a videót, ha érdekes a tartalom, de fordítva, sajnos történt ilyen a csatornámban, pont ennek a szobának az akusztikája miatt, hogy hiába volt nagyon érdekes a tartalom, de kommenteltétek páran azt, hogy nem tudjátok, vagy nincs kedvetek végignézni, mert annyira élvezhetetlen ezzel a hanggal. Itt jön be a számításba a különböző mikrofonok, és most teszteljük, ugye, ahogy mondtam, hogy a Love mikek, amik itt vannak a leguniverzálisabbak. Nálam most egy Syncho mikrofon van, ami egy Rode Wireless Go-ba megy be, aminek az a zsenialitás, hogy ezt amúgy számítógépre is lehet kötni, egyből a kamerába, és a Sony A7S3-ba megy be, és wireless, tehát nem kell összekötni, és van egy csatlakozó is, úgy jön ebbe a Syncho, de lehet külön is használni, és amúgy a puskát, vagy bármilyen mikrofont is lehet ebbe csatlakoztatni, de hallgassuk meg, hogy mi a különbség a Syncho, neked egy Rode SmartLav pluszod van, és majd végül megnézzük, hogy milyen a Rode wirelessnek simán, úgyhogy amíg ezt átszerelem, addig tied a pálya, hogy nézzük a Lavnak a minőségét. És a SmartLavnak egy ilyesmi hangkarakterisztikája van. Hogyha halljátok egyébként az én hangomat, egy picit azt mondom, hogyha egyébként hallottatok a hangomat, vagy élőben, vagy pedig jobb mikrofonban, akkor tudhatjátok, hogy nekem egy kicsit több mély van a beszéd hangomban, mint amit ez a mikrofon rögzít. De általánosságban én egyébként nagyon meg vagyok elégedve a hangzásával. Én ezt a mikrofont, ha jól emlékszem, másfél évvel ezelőtt vettem meg magamnak, és biztos vagyok benne, hogy akkor fogok csak újat venni, hogyha ennek eltörik a kábele, és valószínűleg ugyanilyet fogok venni helyette, mert egyszerűen annyira bevált. Meg vagyok vele nagyon elégedve. Nézzük, hogy ezekhez képest ugye harmadiként most csak simán van, itt felcsíptette a Rode Wireless Go, milyen ennek a hangzása, és hogy ezt tudjátok egy picit így mélyebben emészteni, elmondom, hogy ennek van egy újabb verziója, a Rode Wireless Go 2, ami, jól mondtam, igen. Rode Wireless Go 2, oké, már nagyon sok mindent kellett itt megjegyeznünk, amiben nem egy transmittert, hanem kettőt kaptok, és amúgy nem csak a kamerába így csatlakoztatva rögzít, hanem magába is felvesz, ami azért jó, mert ott lesz egy jó minőségű hangfájl, egy, kettő, van egy ilyen peaking, amikor nagyon hangosan beszélünk, és klippel, majd azt bevágom, azt szerintem a mikrofont ehhez. Hogy... Ilyen, hogyha peakel a hang, megőrültök. Borzasztó, és itt a Wireless Go 2 felvesz egy halkabb hangsávot, ahol kisebb a gain, ami már akkor, hogyha nem akarunk annyira foglalkozni, meg belemélyedni a hangtechnikába, akkor ez egy nagyon jó ilyen biztonsági dolog. És itt jön a videónak a legfőbb üzenete, ami az idő és a pénz nexusába, mint az élet szinte minden területén lehet értelmezni. Editáló Peti jelentkezik. Sajnos most Balázs nincs velem, de úgy éreztem, hogy nem teljesen fejtettem ki ezt az időpénz fogalmát, ami ugye egy alap az életben, úgyhogy inkább ezt külön most újra veszem. Remélem nem haragszatok meg, és Balázs ezúton te sem haragszol meg ezért. A lényeg, hogy amikor arról beszélünk, hogy bármilyen eszközt beszerzünk ahhoz, amivel foglalkozunk, amúgy ez nem csak videózás lehet, akkor az a fő kérdés, hogy amit el szeretnénk érni, ahhoz mi támogat minket. Csak azért ne vegyünk meg valamit, mert másnak van, vagy az menő, vagy mert hallottam, hanem én például mindig azt szoktam magamnak mondani, hogy amikor megszületik bennem egy vágy, hogy igen, ezt szeretném csinálni, és ehhez szükségem van valamire, várok egy kicsit. És ahogy telik múlik az idő, és azt érzem, hogy most a technológia limitál, akkor veszem meg. Itt nyilván van kettő dolog, amit el kell különíteni, és ez az, amit nem mondtam el eredetileg, hogy más az, hogyha a hobbinkról beszélünk, ami nem egy pénztermelő, egy bevételi forrás, hiszen arra nyilván elköltjük a pénzünket, mert jól esik, boldogságot ad, kiteljesedünk mellette az életünkbe, vannak hobbiaink. Amiről itt szó van, az viszont az, hogy mi az, amivel
egyszerűbben vagy még több pénzt tudunk keresni. Azáltal, hogyha tudunk olyan mikrofonokat használni, mondjuk több talkinghead-es vagy interjús munkára hívnak meg minket. Vagy maga az, hogyha én elkészítem ezeket a YouTube videókat, és tényleg voltak, ahogy a videó elején elmondtam, valamiért ilyen Bermuda háromszög volt ez a szoba, és meg kellett itt is, amúgy pont nem látszik, de rengeteg hangcsapdát, basszuscsapdát, szivacsokat szereltem fel, hogy jobb legyen a hang, hiszen nekem ez egy referenciám. Lehet, hogy te, aki nézel, már beszéltünk, vagy fogunk beszélni arról, hogy dolgozzunk együtt. Na most, hogyha én úgy érzem, hogy nem tudom azt a minőséget adni, amire már amúgy megvan saját magamnak a képessége, a tudása, akkor kell megvenni az eszközt, és nyilván találjuk ki, kalkuláljuk ki azt, hogy ez hogy térül meg nekünk. Megint visszatérve, csak azért ne vegyük meg, mert egyszer-kétszer használunk valamit, hanem akkor, hogyha tudjuk, hogy ezt beépítjük a napi vagy heti használatú eszköztárunkba, és vissza fogja termelni magát, vagy azért, mert az adott konkrét munkára szükségünk van arra az eszközre, és nem csak ott fogjuk használni a jövőben is, mert ha csak egyszer használunk valamit, akkor inkább béreljük, sokkal jobban megéri. A másik része pedig az, hogyha ezáltal gyorsabban haladunk, vagy amikor ott vagyunk magán a felvételen, amikor dolgoznunk kell, tök ciki mondjuk, hogyha beszélünk, mondok egy teljesen más példát, mint a mikrofonok, a gimbalok, az ilyen stabilizátorok, ugye. Hogyha a régi ilyen steadicameket használtuk, azt mindig balanszolni kellett, nehéz volt beállítani, bemérte magát, és szólnunk kellett mondjuk, hogy na várjatok, most 10-15 perc kell nekem, amíg ezt összerakom. Vagy ugye mehetünk a most menő gimbalokra, mint a DJI, nekem is egy RSC2-n van. Az első verziójában a Ronin S-be nekem mindig át kellett, mert egy sajátos csatlakozása volt, az, amit használtam a fényképezőgépem alján, a adapter, amivel mondjuk állványra vagy másra csatlakoztattam, az nem volt jó rá, akkor meg kellett állni, kicseréltem, megnéztem, hú, az a lencse vagy egy másik lencse, egyensúlyozni kellett, és megint meg kellett állni. Az RSC2-vel most akrasz visszes, tehát már csak ezért megérte nekem váltani, mert egy pillanat alatt tudok a kézi vagy a gimbalos felvételek között változtatni, és igazából most már én mindenhol csak akrasz visszt használok, mert ez segíti nekem a munkámat, és gyorsabban, profibban tudok haladni, és hogyha mondjuk emberekkel dolgozunk, akkor ők sem unják el magukat, nem zökkennek ki abból, amit éppen csinálni kell. Úgyhogy ez a fő üzenet az idő-pénz kontextusában, és remélem tetszett a különböző mikrofonoknál, hogy mit, mikor használjunk. Látjátok, most is ezt csipivel veszem fel, ahogy Balázs is elmondta, ez a legjobb arra, hogy elfordulok bármilyen szenárióba, de ha mondjuk egy podcastek ugye nagyon terjednek el, és egy beszélgetősebb formátumban vagyunk, és nem az ilyen tévé stílusba szeretnénk menni, akkor simán lehet, hogy előttünk van itt az adott mikrofon, fog majd jönni egy bemutatóm amúgy, vagy lehet, hogyha kint van már, akkor ide belinkelem a Shure, ami 60-70 éve az iparágilag leginkább elfogadott rádióban, Balázsóban is azt a mikrofont használják, és nyilván azért az egy más minőséget ad, tehát ha nem zavar, hogy itt van mellettünk, mert mondjuk nem az a lényeg, hogy így látszódjunk, akkor lehet igenis azokat használni, és vannak ennek olyan verzió is, ami nem egy ilyen nagy XLR-es inputtal megy be, hanem csatlakoztathatjuk úgy ugye kis jack-kel, mint ahogy én is ugye a Wireless Go 2-t, vagy vannak USB-s verziók, amivel egyből a számítógépbe tudjuk csatlakoztatni, hogyha streamingelsz például, arra nagyon jó, vagy ha nagyon sok most a home office miatt Zoom call-od van, Google Meet-szed, akkor megéri, hogy veszel mondjuk valamilyen kamerát, azt összecsatlakoztatod, bedugod azt a mikrofont, és már az egy jobb minőséget fog adni, de ha egyet keresünk, én azt mondom, hogy az, ami egy ilyen csiptetős kis mikrofon, ezt is amúgy össze lehet kötni a géppel, Zoom call-okra én ezt szoktam használni, és ha egyen gondolkozol, ez a legjobb, amit választhatunk szerintem ma árérték arányban. Nem maradt más, mint hogy elköszönjek, hogyha végignézted a videót, és itt vagy, köszönöm szépen. Ha most találkoztunk először, mondjuk Balázstól átjöttél, akkor kérlek, ezt kommenteld be, és örülök, hogy itt vagy, remélem tetszett a videó, és feliratkozol, nyomd meg a csengőt is, mert ilyen videós témában ugye nem tekes vonalon
konkrétan, hanem hogy hogyan tudunk mondjuk egy freelancerként, vállalkozóként, videósként érvényesülni, mind az üzleti oldala, mind elviszlek titeket ilyen behind the scenes-es forgatásokra, hogy hogy vágok, eszközöket mutatok be, mint ahogy most is. Úgyhogy ha ez érdekel, akkor nyomj rá arra a gombra. Ha meg nem tetszett a videó, és mégis végignézted, akkor köszönöm, de remélem, hogy még találkozunk. Szia! Sziasztok!